mint nap egy újabb lépés, ismeretlen ég alatt, néha feldült, néha békés, élted útja így halad, legyen felhős vagy terült nap, Jézus ód melletted áll, tőle életed is fényt kap, minden felhő messze száll. Bár még sok mindent nem értesz, amíg célba érkezel, mégis bízol, szemed könyvbe lábad, vagy ha megremeg a láb, ha a lét vihara támad, mégis lépni kell tovább. És ha áthatolhatatlan szörnyű Jézus szeme mindig ott van, áldó karja érted nyúl. Bár még sok mindent nem értesz, amíg célba érkezel, mégis bízva bátran léphetsz, mert az hogyha földi vándorútad halál völgyén vezet át, vagy ha fáradtan eluntam, elhagy minden jó barát, nem hagy el és nem felejt el Jézusod, szeret, hisz már rég a tenyerébe bevéste a nevedet. Bár még sok mindent nem értesz, amíg célba érkezel, mégis bízva bátran léphetsz, mert az örömmel köszöntöm a kedves nézőket, ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztút adása. A mai beszélgetésben egy visszatekintésre hívom meg önöket, melyen Papdán Csabával megbeszéljük azt, hogy milyen emlékei, tapasztalatai voltak. Az Istennek gondja van rád, és ma, ha hív az Úr, zene CD kiadásával kapcsolatosan. Az előző zeneszám is, énekszám is, az ő előadásába került bemutatásra, és a mai alkalommal több énekszámot fogunk meghallgatni az ő részéről, illetve tapasztalatot a zene CD elkészítésével kapcsolatosan. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Én is szeretettel köszöntelek, és szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket. Kérlek most itt a beszélgetés legelején mondj egy néhány szót magadról. Papdán Csabát sokan ismerik, de lehet, hogy vannak olyanok, akik nem ismernek sem távolról, sem közelről. Egy néhány szóban,
Hol élsz a családoddal, mit jelent számodra a családi élet, a hitélet, a zene? Köszönöm szépen. Én Szilájságból származom. Ott élek, Szilájzovány, egy kis falucska, ahol együtt élünk a feleségemmel, most már csak, de még van egy fiunk és egy lányunk is, akik jelen pillanatban Magyarországon tartózkodnak, talán úgy néz ki, hogy hosszú távon is, és a fiunk részéről még két gyönyörű szép kislányunokával is rendelkezünk és örvendünk nekik. A Jóisten áldja meg a családotokat, a családi életeteket, és adjon még gyermekeket, unokákat gazdagon ebben az életben. Köszönjük. Szeretném, hogyha most arról beszélgetnénk, amiért el is jöttél erre a beszélgetésre. Két zene CD-t is kiadtál, illetve kiadtatok 2008-ban és 2014-ben. Az első, melynek címe vagy témája Istennek gondja van rád, majd a második, ma, ha hív az Úr, vagy ma hív az Úr. És ennek a két zene CD-nek a történetéről hadd beszéljünk, és mondjuk el azt, hogy hogyan is indult ennek a szolgálatnak a kialakulása, és ezeknek az énekszámoknak a felvétele, hiszen egy jelentős munkáról beszélünk, és azokban az időkben én magam is emlékszem, hogy nagyon értékeltük ezeket a zene CD-ket, és ma is meg lehet hallgatni a YouTube-on ezeket a zeneszámokat. Szeretném, hogyha megosztanád az élményeidet és tapasztalataidat, hogy hogyan is alakult ki ennek a megvalósítása. Még az elején nem volt olyasmiről szó, hogy CD-ket készítsünk. A zene az én életemben egy elég fontos szerepet játszott és játszik mai nap is, mert nagyon szeretem a zenét. Attól eltekintve, hogy nem volt lehetőségem különös zenei képzettségben részt vennem. Nagy részét csak magamtól, meg különböző tanárok által a gyerekkoromban volt részem zenei képzettségre. Ami illeti a darabokat, amik vannak a CD-n, azok szép lassan egyenként születtek meg, és egy része egy az egybe valahonnan el lett véve, és úgy lett előadva, viszont vannak olyan darabok közte, amik saját szerzemények, vagy pedig valahonnan meghallottuk egy angol előadásban, vagy más nyelven, és akkor mi magunk próbáltuk kialakítani úgy, hogy szöveget írva neki elő tudjuk mi is adni ezeket a darabokat. Többes számban beszélsz, akkor ebből azt értem, hogy egy kisebb csapat, csoport, vagy legalább még egy szeméről van szó, amikor többes számot használsz. Kikkel valósítottátok meg ezt a munkát? Igen. Volt olyan eset, amikor jöttek javaslatukkal, hogy ezt vagy azt az éneket szeretnénk, hogyha előadnád. És ilyenkor nem is volt olyan nehéz a döntés. Viszont amikor meghallottunk például egy olyan éneket, amit angolul adtak elő, és nagyon szép dallama volt, és esetleg segítséggel még meg is tudtuk annak a szövegnek a tartalmát is, de nem tudtuk előadni. Olyankor szükség volt azoknak az énekeknek szöveget szerkeszteni. És ebben nagyon nagy segítségemre volt az én bátyám, Pabdán József, aki a Jóisten által nagyon megáldott ezen a téren, ami illeti a szöveg írásában, úgy az ének szöveg, valamint versek írásában is. Szóvá tetted azt, hogy felkértek elénekelni egy éneket, vagy egy másikat, vagy illetve megtetszett nektek egy néhány ének. Hol volt az a helyszín, az a felület, az a lehetőség, ahol ezeket az énekeket előadtátok, és hol kértek meg az ének szolgálatára? Igen, elsősorban még a régebbi időkben tudjuk azt, hogy sokkal több lehetőségünk volt evangelizációkat tartani gyülekezetekben, kultúrotthonokban, és ott a
prédikáció mellett szükségesek voltak zenei támogatások is. És akkor így kerültem be én is a képbe egyszer-egyszer egy-egy énekkel, amivel hozzá tudtam járulni én is, hogy az az előadás egy kicsit különösebb vagy változatosabb legyen. Mit jelentett számodra az ének a gyülekezeti életben, hiszen említetted azt, hogy fontos szerepet játszik az életedben az éneklés, a zene szeretete. Így lelki vonatkozásban, lelki szempontból, nem feltétlenül technikailag, hanem a lelki életedben mit jelent az ének, a zene? Nekem az ének nagyon sokat jelent. Talán vannak olyanok, akiknek az olvasás nagyon sokat jelent. Van olyan, akinek a természet járása sokat jelent. Nekem az ének az nagyon fontos az életemben. Általában, amikor például megválasztok egy éneket, annak az éneknek a szövege, a dallama egy teljes harmóniába kell legyen. Sokszor előfordul az, hogy ez a két dolog, ami illeti a dallamot és a szöveget, nem ugyanazt sugallják az embereknek. És emiatt egy-egy ének nem is tud ráhatni az emberre. De mikor ez a két dolog, a szöveg és a dallam ugyanazon a hullámon van, nagyon rá tudhatni az embereknek, és nagyon sokat tud jelenteni számukra. És nekem is ez egy fontos tényező, amikor éneklek, hogy a dallam ugyanazt az érzést nyújtsa, mint amit a szöveg is. Kérlek, említs meg egy olyan énekszámot, amit aztán mindjárt meg is fogunk hallgatni, ami véleményed szerint talán a legjobban összhangban van a dallam a szöveggel, az üzenettel, ami hatással lehet ránk is, és a kedves televízió nézőkre, és akkor következzen ennek a meghallgatása. Most nehéz lesz egy ilyet megemlítsek, mert én úgy tartom, hogy mind olyan. De amikor belehallgattunk bármelyik darabba, érezzük azt, amikor a dallam és a szöveg úgy egybe beleolvadnak az ember szívébe, és úgy meg áthatja az egész lényét az embernek, amikor hallgatja. Kedves nézőink, hát akkor következzen most egy olyan énekszám Papdán Csabától, amely reméljük, hogy a Jóisten ihletésével újból a mai alkalommal úgy a dallamában, mint szövegében megérinti az életünket. Kellemes zenehallgatást kívánok számukra, és várom önöket vissza a beszélgetés folytatására. Végtelen szerető Isten, mindenható jó Atyánk, megkerestél minket itt lent, letekintettél ránk, elküldted szent fiad mi hozzánk. Ó, Uram, mennyei támogatsz, vezetsz, ha útvesztőbe jutunk. Világot gyújt a szívünkben, ha sötét az utunk. Világítsz, ha sötét az utunk. Ó, Uram, mennyei glória, szeretet.
irgalom, jóság árad a mennyekből ránk. Integet az örök ország, oda vár jó atyánk, kaput tár előttünk szép hazánk. Ó, Uram, mennyei bárány, élünk az életed árán, dicséret, áldás és hála, neked Isten fia, Hozsanna és örök glória. Ó, Uram, mennyei bárány, élünk az életed árán, dicséret, áldás és hála, neked Isten fia, Hozsanna és örök glória. Köszönöm, hogy a továbbiakban is velünk tartanak, Papdán Csabával beszélgetünk, és visszatekintünk, visszaemlékezünk azokra az énekszámokra, arra két zene CD-re, amelyek a múltban 2008-ban és 2014-ben készültek el. A továbbiakban szeretném, hogyha konkrétan a zene CD-k elkészítéséről mondanál egy néhány gondolatot. Kinek és kiknek a javaslatára született meg a gondolat, hogy ne csak az evangelizációs sorozaton vagy a gyülekezeti élet keretében kerüljenek bemutatásra ezek a zeneszámok, hanem szülessen meg egy zene CD, majd aztán egy másik zene CD, amiben nyilván munkatársakat kellett keresni, akik megoldották a kíséretet, a zene CD-nek a megvalósítását, a hangfelvételt. Avass be bennünket is ebbe a tapasztalatba. Nem CD készítésére készültünk, amikor mi neki fogtunk énekeket gyűjteni, énekelni, előadni különböző alkalmakkor. Általában evangelizációs alkalmakkor voltak énekelve énekek, amikor ifjúsági előadások voltak, ifjúsági kiszállások voltak, olyankor a programba volt téve egy-egy szóló is, vagy kettő. És amikor voltak ezek az alkalmak, amikor különböző előadásokon részt vettünk, többször elhangzott egy olyan kérés, hogy van-e CD az énekekről, amit énekelsz? Hát természetesen, hogy az elején nem volt. És akkor ezek a kérdések idővel mind sűrűbbé váltak. Persze anyag, ami illette a CD előállítását már létezett. És akkor valahogy a kényszer, persze nem rossz értelemben mondva a kényszer, vitt rá arra, hogy döntsünk amellett, hogy igenis készítsünk CD-t az énekekből, amit énekelek. És tehát nem csak a hallgatóság, hanem a körülöttünk levő barátok, konkrét, amikor az első CD készült, Filip István lelkész volt nálunk hivatalba, és ő volt az, aki lelkileg is nagyon bátorított és támogatott arra, hogy igenis készítsem el a CD-t, mert ez nagyon sokat jelent az embereknek, hogyha hozzájutnak és tudják hallgatni. Kiknek a segítségével valósult meg konkrétan ez a munka? Igen, tehát a felvétel Kolozsváron a Speranza stúdióban történt, a hangfelvétel. A CD-nek, az első CD-nek az előállítása, a borítókép megszervezése, meg a kinyomtatása is, abba Olá Géza volt a segítségünkre. A második CD-t pedig szintén Kolozsváron egy másik stúdióban, az Ámos stúdióban készítettük el. Annak az elkészítésében a sors úgy hozta, hogy szintén Filip István volt az, aki döntően rábírt arra, hogy készítsem el
a második CD-t is, mondva azt, hogy lehet eljön az az idő, amikor a hangod már jobban remeg, nem biztos, hogy ezeket a sok szép énekeket, amiket összegyűjtöttél az éveknek során, meg lehet örökíteni olyan formában, ahogy akkor azok léteztek. Valójában jó tanács volt ez. Filip Istvánt, lelkipásztort ismerjük, hiszen a kolozsvári gyülekezet lelkipásztora nem csak online, hanem a Speranza Reménység televízióban is sokszor meghívottunk, és örvendünk annak, hogy ilyen jó munkában, kollaborálásban ki tudtátok ezt a munkát Isten nevének dicsőségére hozni, kivitelezni és megvalósítani. Szeretném, hogyha a következőkben egy újabb zeneszámot hallgatnánk meg, és úgy folytatjuk majd a beszélgetésünket, és a beszélgetés másik részében a tapasztalatokról lenne szó, hogy milyen tapasztalataid vannak ezekkel az énekszámokkal, zeneszámokkal kapcsolatosan. Kedves nézőink, következzen egy újabb énekszám, és azt követően várom Önöket vissza a beszélgetésre. Sötétben tévelyögtem, de Jézusom megkeresett. Sorsomat elijetettem, az életem szabaddá lett. Ó, csodálatos, dicső szeretet, a mennyből értem jött, és megmentett. A sötét helyét fénye vette át, hadd zengek hallelujját, mert hozott szabadulást, dicsérem őt az örök léten át. Az kit angyal sereg imád, a dicsőségben odafent, elhagyta a fény otthonát, és fájdalom embere lett. Ó, csodálatos dicső szeretet, a mennyből értem jött és megmentett. A sötét helyét fénye vette át, hadd zengek hallelujját, mert hozott szabadulást, dicsérem őt az örök léten át. Vezérli lépteimet a keskeny úton fölfelé, világítja ösvényemet, míg eljutok színe elé. Ó, csodálatos dicső szeretet, a mennyből értem jött és megmentett. A sötét helyét fénye vette át, hadd zengek hallelujját, mert hozott szabadulást, dicsérem őt az örök léten át. Ó, csodálatos dicső szeretet, a mennyből értem jött és megmentett. A sötét helyét fénye vette át, hallelujád, mert hozott szabadulást, dicsérem őt az örök léten át. Ott folytatjuk a beszélgetésünket, hogy milyen különlegesebb tapasztalataid vannak esetleg egyik vagy másik énekszámmal kapcsolatosan, azoknak megszerzésében, vagy éppen előadásával, vagy éppen annak megajándékozásával, ami megmarad benned.
Kezdeném ott, hogy amikor az első CD-m még készülésben volt, már a felvételek meg voltak csinálva, de még maga a CD nem volt kiadva, elmentünk egy kedves rokonunkat meglátogatni a kórházba, lényegében mondjam az apósomat, aki akkor egy elég súlyos műtéten esett keresztül, és a látogatásunknak egyik meglepetése az volt, hogy a CD-t felvettük MP3-ra, és akkor elvittük neki, hogy ott még ő épül, tudja hallgatni. És amikor a fülébe bedugtuk a hallgatót, elindítottuk neki, azt mondja egyszer, hallgassatok, ez pont nekem szól. Az első ének az első CD-n Istennek gondja van rád. És amikor elindult az ének, hogy van reád gondja az Úrnak, ne félj, védelmez nappal, és ha ő az éj. És ő akkor esett keresztül azon a nehéz műtéten, azt mondja, na, menjetek, menjetek, én hallgatom tovább. Csodálatos ez a tapasztalat, hiszen vigasztalást és bátorítást nyújtottatok az egyik legértékesebb családtagnak. És hála jó Istennek, ez még mindig köztünk és van. És még mindig tud örvendelni ezeknek Igen. az énekszámoknak. Mennyiben adott ez bátorítást és megerősítést neked a továbbiakban? Egy ilyen visszajelzés, vagy esetleg más visszajelzés? Igen, szóval ilyen visszajelzésekben nagyon sokszor volt részünk, olyankor is, amikor voltak az evangelizációs előadások, mert oda mindenféle ember eljön, akiknek gondjaik vannak, úgy lelki gondjaik, úgy egészségügyi problémáik, és amikor egy-egy ének megérinti őket, talán most nem akarok önző lenni, de van sokszor, hogy egy ének jobban meg tudja érinteni az embert az ő szövegén és a dallamán keresztül, mint talán az ige hirdetés. Nem, hogy az annak nem lenne meg a fontos szerepe. De olyankor, amikor a kiáratnál odajön valaki, és akkor ragyogó arccal, vagy pedig valósággal, könnyes szemekkel mondja azt, hogy mennyire örül annak az éneknek, amit hallott, és milyen sokat jelent számára. Olyankor az ember nem tudja ezt kifejezni hálával. A megelőző beszélgetésünkben említetted azt, hogy az Úgy vágyom látni azokat című énekkel kapcsolatosan is van egy tapasztalatod. Hogyan is történt ez? Igen. Én egy kisebb közösségű gyülekezetből való vagyok, és ott nálunk szokás az, hogy megkérjük a gyülekezet, hogyha valakinek van egy kedvenc éneke, mondja, és akkor azt fogjuk énekelni az Isten tisztelet alatt, vagy utána, vagy előtte. És egy idősebb néni, Éva néninek hívják, egy alkalommal azt mondja, hogy énekeljük el azt az éneket, hogy úgy vágyom látni azokat, kik engem szívből szeretnek. Elénekeltük. Első alkalomkor nem jelentett semmi különös számomra. Eltelik egy idő, talán hónapok is, amikor megint egy ilyen alkalomkor, amikor kértünk javaslatot egy énekre, Éva néni megint mondja, hogy énekeljük el ezt az éneket, hogy új vágyom látni azokat. Elénekeltük. És akkor értettem meg, hogy mind mentő keresztül az ő mindennapos életében. Elég mostoha körülmények közt él, ami illeti vannak családtagjai, aki elég sokat szomorítják, bántják az ő életében. És amikor elénekeltük ezt az éneket, és éneklés közben én Éva nénire gondoltam, akkor láttam, hogy mit jelent egy-egy embernek egy-egy ének. Szeretném, hogyha a tapasztalataidból megosztanád azt is velünk, hogy gyerekkorodtól kezdve, az ifjú éveidben mit jelentett a zene szeretete, az ének tanulása,
esetleg a hangszereknek a megismerése és azokon való játszás, és a gyülekezeti egyházi életben hogyan tudtad kamatoztatni ezt az ajándékot a Jóistentől. Viszont mielőtt erre a válaszra sor kerülne, hallgassunk meg egy énekszámot. Meghívom a kedves nézőket, hogy hallgassuk meg a következő énekszámot, és azután folytassuk a beszélgetést Papdán Csaba testvérrel. Sosem volt túl nagy a hegy Jézus számára, ahhoz, hogy ő felmenjen egy hőimára. Nincs olyan nagy gond, hogy ő azt fel nem írja, nincs olyan nagy fájdalom, hogy őt ne ér. Egy út, mit el ne bírna. Nincs olyan fájdalmas könny, min ő ne sírna. Nincs próba a nap alatt, mit ő nem éltat. Ismeri bús szívednek az aggodalmát. Nincs olyan nagy szenvedés, hogy ne segítsen. Nem volt túl magas a hegy Jézus számára. Fölvinni keresztemet a Golgotára. Ha a vállain hordozta el a világ terheit, ő rólam is leveheti. Beszélgetésünket ott folytatjuk, hogy mit is jelentett számodra gyerekkorodban az ének, a zene, annak tanulása és gyakorlása. Kezdjem ott, hogy mi ketten vagyunk testvérek, az én bátyám, Papdán József, és én Csaba, és ezen a téren mi különböző természetűek vagyunk. Ő nagyon szeret olvasni, írni, foglalkozik versírással,
más ilyen ének szövegírással, amikor fel van kérve rá. Viszont én nekem ez az ódal gyenge részem. Én inkább szerettem mindig a zenével foglalkozni, énekelni, zenélni különböző hangszerekkel, és ez úgy szép lassan ki is mutatódott az életem során. Még 7 éves voltam, amikor először kapcsolatba kerültem gyakorlatilag is igazán a zenével. Volt a faluba egy nagyon jó zenetanár, akihez jártak a gyerekek tanulni, zenélni. És az én szüleim is úgy döntöttek, hogy adjanak bennünket zenét tanulni ahhoz a tanárhoz. És a testvérem, ő elkezdte harmonikán, én nekem vettek egy hegedűt, és így indult el a zene életünk. Lassan-lassan oda jutottam, hogy a harmonikát is előrököltem, majd később más hangszerekhez is hozzájutottam, amin úgy, mondjam úgy, inkább saját szorgalomból tanultam meg rajtuk. Ami a zenei tanulást illeti, 17 éves koromban volt egy, mondhatom, hogy banális motorbalesetem, ami elég súlyosan végződött úgy, hogy a bal kezem annyira megsérült, hogy a hegedű teljesen félre kellett tegyem az életemből. És amikor ez megtörtént, akkor az én életem a zenei téren valahogy egy más irányba kényszerült indulni. És attól kezdve alkalmam nyílt arra, hogy az én zenei tudásomat kamatoztassam olyan formában, hogy a gyülekezetben a gyerekekkel foglalkozza. És attól kezdve az én zenei életem nem csupán önmagamra irányult, hanem arra is, hogy a gyülekezetbe akkor felnő gyerekekkel tudtam foglalkozni, és őket is bevezetni a zenei életnek a szépségeibe. A későbbiekben tudom, ami már nem a 17-20 éves korodra érvényes, vagy mondható el, hanem az életed további részében is szerettél foglalkozni a zenével és a gyülekezeti életben. Elég sok munkát fektettél be arra, hogy fiatalokkal foglalkozz és zenekart alakíts ki. Egy néhány szót, ha ezekről tudnál mondani, hogy esetleg abban a zónában milyen zenekar alakult meg, milyen időszakban, és milyen élményeid vannak megmaradva ezekkel kapcsolatosan. Ami ezt az oldalát illeti a dolgoknak, miután leszereltem, azután kezdődött el igazán az a munka, amit esetleg hosszú évek során a gyümölcseit még mások is megláthatták és megtapasztalhatták. Legelőször elkezdtük a gyülekezetbe, egy 8-10 gyerek volt, és ővelük szerveztünk egy kis pengetős, mandolin pengetős zenekart, és onnan indult az én, mondjam úgy, zenei életemnek a közösséggel való megosztása. Majd eltelt egy-két év, és ez a kis csapat eléggé ügyes kis csapattá vált, és akkor a környező gyülekezetekben is látták, hogy érdemes foglalkozni a gyerekekkel, és befektetni belejük, és akkor kaptam felkérést, hogy esetleg náluk is szervezzünk meg egy ilyen zenekart a gyerekekből, hogy ők is épüljenek a zenei téren. Hát ez következett kémeri gyülekezet utána, a legelső, említsem meg, Ipon történt, hát még 86-ban akkor kezdődött el. És akkor úgy szép lassan, majd akkor más gyülekezetekben is alakultak ki kis zenekarok, segítségemmel vagy nélküle, és egy idő után született egy olyan gondolat, hogy álljunk össze, mivel Szilágyság elég tömör, apró kis gyülekezetekkel rendelkezett, és akkor
csináltunk egy közös nagy zenekart. És ez is egy idő után eléggé ismerté vált, mert ővelük is voltunk kiszállásokon, közelebbi, távolabbi gyülekezetekben, ahol örvendeztettük az ottani testvéreket, és tudtunk szolgálni a Jóistennek általuk. Köszönöm, hogy ebben a beszélgetésben megosztottad élményeidet és tapasztalataidat, és visszatekinthettünk erre a két zene CD-re, illetve énekszámokat hallgathattunk meg róla, és láthattunk téged videóklippen keresztül, ami aztán sugárzásra kerül a továbbiakban több alkalommal is, és úgy a hetednapi adventista egyház hivatalos oldalán, mint a YouTube csatornán ezek elérhetőek lesznek. Egy záró kérdéssel, egy záró gondolattal szeretném, hogyha befejeznénk ezt a beszélgetést, és ebbe belefoglalhatod azt, amit esetleg el szerettél volna még mondani, de nem sikerült elmondani, és pedig miért adhatta ajándékba a Jóisten az embernek a zenét, az éneklést az életbe? A zenén keresztül az embert nagyon mélyen meg lehet érinteni. Hogyha megfigyeljük, a zene el is tud fordítani bennünket a Jóistentől, de oda is tud fordítni a Jóistenhez. Nagyon sokszor az előadások során meg tudtuk azt tapasztalni, hogy egy ének, amiknek van üzenete az ember számára, milyen sokat tud jelenteni az embernek. Valósággal meg tudja változtatni az ő életét. Voltak esetek, amikor már ki volt adva a CD, és elmondta egyik barátom, azt mondja, járom Bukarestet, végig hallgatlak. Azt mondja, nem megyek bele egy radarba se. Olyan lelki nyugalmat, olyan nyugodtságot tud adni az ember számára egy igazán lelki ének, amely igazán irigyelhető és kívánható. Köszönöm a válaszodat. Én bátorítani szeretnélek téged, hogy azokat a régi jó adventista énekeket, amelyeket valamikor az elődeink nyilván átvettek ők is valonnan, vagy ők tapasztalataik nyomán megszerkesztettek, ne felejtsük el, és legyen valaki, és miért ne legyen ez a valaki, éppen Papdán Csaba, aki előveszi ezeket a darabokat, és a következő nemzedék számára előadja, megörökíti. Úgyhogy legyen ez egy felkérés is arra vonatkozólag, hogyha lehet nem is zene CD formájában, de videóklip vagy felvételek formájában, legyen folytatás, mert szükség van a te szolgálatodra, és kívánom, hogy a Jóisten ezzel a gondolattal vezessen, hogy ne add fel, és a két CD ne legyen egy befejezett munka, hanem legyen még folytatása mindezeknek. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és a Jóisten áldását kívánom számodra és családod számára. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, Papdán Csabával beszélgettünk, és az ő tapasztalatát hallgathattuk meg arról, hogy mit is jelent a zene az ő életében, mit jelent az ének az ő életében, és a Jóisten kegyelméből ezek mit és milyen szolgálatot hoztak, eredményeztek a gyülekezeti élet számára, és mindannyiunk számára, akik meghallgathattuk ezeket a zene CD-ket valamikor, és most, akik esetleg a YouTube-on vagy a Facebookon utána tudunk nézni, Papdán Csaba nevén, Istennek gondja van rád, illetve ma hív az Úr, megtaláljuk ezeket a zeneszámokat, és újból meghallgathatjuk. Az Úr áldását kívánom mindannyiuk számára, következzen a továbbiakban is Papdán Csaba részéről énekszám, zeneszám, és várom Önöket egy következő alkalommal egy újabb beszélgetésre, a viszontlátásra.
ígét, ha hív megyek. Igen, Uram, ezt felelem, és átadom az életem. Szerelmed legyőzte szívemet, újongva dicsérem áldott nevet. Igen, Uram, ezt felelem, és elindulok vele. Uram, eléd leroskadok, a bűn elől hozzád futok. Olyan nehéz a küzdelem, győzelmed adj nekem. Igen, Uram, ezt felelem, ígéd, ha hív, megyek. Adom az életem, szent véred le most a bűnömet, újongva dicsérem áldott nevet. Igen, Uram, ezt felelem, és elindulok vele. Végéd erőd enyém legyen, szívem benned nyugtott talált, örökre téged állt. Igen, Uram, ezt felelem, ígéd, ha hív, megyek. Igen, Uram, ezt felelem, és átadom az életem. Szerelmed legyőzte szívemet, újongva dicsérem áldott nevet. Igen, és elindulok vele. Mondd el az egész világnak, hogy Isten a szeretet, hogy elküldte fiát a földre, menj és mondd mindenkinek, menj és mondd mindenkinek, menj és mondd mindenkinek, mit csodásan szeret az Isten. Menj és mondd mindenkinek. Mondd el az egész világnak, mit Jézus elszenvedett, hogy érted, meghalt és feltámadt. Menj és mondd mindenkinek. Menj és mondd mindenkinek.
menj és mondd mindenkinek, mi csodásan szeret az Isten, menj és mondd mindenkinek. Mondd el az egész világnak, ő minden bűnöst szeret, és ingyen kegyelmét kínálja, menj és mondd mindenkinek, menj és mondd mindenkinek, menj és mondd mindenkinek, mi csodásan szeret az Isten, menj és mondd mindenkinek, menj és mondd mindenkinek, menj és mondd mindenkinek, mi csodásan szeret az Isten.